Sziasztok, sziasztok! Most az 1982-es Time Runner-rel fogok játszani, ami egy egyszerű kis arcade klónjáték, ami eredetileg a TRS-80-asra készült el, de a TRS-80-as verzióval nem fogok játszani, az ugyanis nagyban eltér attól a játéktól, amit igazából be akarok mutatni, és ez gyakorlatilag a két port. Ugye én a C64-es porton keresztül ismertem meg ezt a játékot, és nekem nagyon tetszett, de sajnos az én emlékezetemben nem maradt meg olyan szinten, hogy a nevére is visszaemlékezzek, és ez régen is problémát okozott nekem, mert nem tudtam sohasem, hogy lényegében melyik floppin tároltam azt a játékot, aztán mindig csak olyan véletlenszerűen akadtam rá megint, aztán megint elfelejtettem. De mindig, amikor játszottam vele, akkor igazából tetszett. Szóval valamiért úgy megmaradt bennem, hogy ez a játék jól néz ki, jó a grafikai stílusa, és gondoltam, hogy már csak ezért is bemutatom a C64-es és az Atari 8-bites verziókat. Na hát ez itt a Time Runner kezdő képernyője az Atari 8-bites verzióban. Ez egy ilyen hát sötétebb színvilágú valami, mint a C64-es verzió. A C64-es verzió az annak ugyanaz a képernyő világos. De az animáció meg a színek változtatás az lényegében azonos. És ezen kívül erről olyan sok mindent nem tudok elmesélni. Végül is ez egy 82-es játéknak a kezdő képernyője, és hogy ennyi trükköt bevetettek ennek az érdekében, az már önmagában egy érdekes dolog. Ugye? Mert sokszor ezeket el szokták hanyagolni. Legalábbis most már kezdem úgy érezni, hogy ez leginkább a brit játékokra igaz. De nem akarok elméleteket gyártani. Haladjunk tovább, van egy jó kis átvezető képernyőnk, az is egy pozitív dolog. És hát rögtön látjuk, hogy milyen játékról van szó. Hogyha ismeritek a Konami féle Amidert, akkor nagyjából tudjátok, hogy ez a játék annak az egyik klónja. A különbség itt annyi, hogy esztétikában sokkal jobban hasonlít a Pac-Manhez. És egy kicsit konzisztensebb is. Szóval mindig ugyanezek az arcok fognak minket követni a játékban. Kis módosításokkal. Apró nüanszokban történik változás ebben a játékban, de nagyjából ez az esztétikai világ lesz az, ami érvényes. És ez sokkal jobb szerintem, mint az eredeti Amidárnál. Az eredeti Amidárt igazából egy kicsit zavarónak találom. Közben keretezgetjük itt a négyzeteket, és ugye ahogy bekereteztünk mindent, átlépünk a következő pályára. És itt van az, hogy lehet látni az apró változtatásokat, ugye a játéknak az esztétikájában is, és a pálya szabályait illetően. Mert ugye itt már, hogyha bekereteztünk, ugye a kétharmad szinten egy zónát, akkor az elkezd visszafelé számolni, és a benne lévő szám adódik hozzá a pontjainkhoz, szóval igyekezni kell, hogy befejezzük ezeket a keretezéseket. És ugye ez egy, hát egy ilyen extra sürgetés igazából, ami fűszerezi a játékot. Ez, ha jól tudom, a sima Amidárban is igazából benne van. Közben nagyjából lehet látni, hogy a játék alapstratégiája az, hogy tartsunk valamilyen távolságot az ellenfeleinktől. Még akkor is, hogyha kimondottan az Atari verzióban az ellenfeleink azért jóval
agresszívabbak, mint a C64-es verzióban. Na, viszont úgy tűnik, hogy be tudom fejezni ezt a pályát, ami ritka. Az 1 és 2-es pálya megy, aztán a harmadikkal nagyon... nem is nagyon találkoztam. Na, de itt most már ugye visszatértünk a... az eredeti esztétikához. Talán egyel több ellenfelünk van, ha jól számolom. És egy picit úgy tűnik, mintha a játék le is lassulna tőle. Ez nem tudom, hogy miért van. Minden esetre jobban meg tudjuk fontolni az útvonalunkat. Ami nagyon bosszant egyébként ebben a játékban, az az, hogy ilyen hosszú fejű kapszulák vagyunk. És ez azért bosszant leginkább, mert az ütközés detektálás az hát szinte pixel perfect. És ugye a nagy fejem okozza leginkább azt, hogy én itt meghalogatok. Hopp, hopp, hopp. Úgy tűnik, hogy most elüthetőek az ellenfeleink. Jaj, igen! Na, ez egy hajszálon múlt, de úgy tűnik, hogy át tudok jutni a negyedik pályára. Nagyon ritka. De akkor itt egy számlálós pálya. Ezek a lecsapott fejű ellenfelek. Azt hittem egyébként, mert számomra ez... ez egy teljes rejtély volt. Azt hittem, hogy az ellenfeleim változatosabbak lesznek. De úgy tűnik, hogy nem. Úgy tűnik, hogy kétféle van ez a kör alakú meg a lecsapott fejű verzió, aztán kész. Ez egy olyan dolog, amit igazából, hát 30 év után kellett megtapasztalnom, nem is 35 év után. Mert ideig, igazából negyedik pályáig nem jutottam el soha. Most pedig megint kihúztam, ugye a kis ujjamból, hát nem, de, de úgy tűnik, hogy a videó közbeni gyakorlás megtette a hatását, aztán megint eljutottam egy új szintre, és egy új dolgot tapasztaltam. Viszont ugye ez az új dolog igazából csak egy régi dolog, szóval csak annyi az egész, hogy nem annyira változatos a játék, mint ahogy elképzeltem. Na mindegy, ilyen az Atari 8-bites verzió, lehet, hogy a C64-es verzió más lesz, de kétlem. Na hát így néz ki a Time Runner C64-es verziójának a kezdőképernyője, egy kicsit más, mint az Atari 8-bites verzió. Ugye lehet látni, hogy világosabb, és egy picit egyszerűbb, kevésbé olyan sziporkázó, ez a fél másodperces háttérszín meg betűszín változtatás, de végül is még mindig valamilyen képernyőtrükk, szóval elfogadom. De ami abszolút pozitív dolog, az az, hogy ugye itt vannak ezek a sprite-ok és kergetik egymást, előre érzékeltetve a játéknak a témáját, és egy picit élettel telvibbé teszik ezt a képernyőt. Szóval mindenféleképpen pozitív. Itt is van egy képernyő átmenet, kevésbé komplex, mint ez a spirál, ami a Atari 8-as verziónál van, de végül is ez ennyire nem számít. Egyébként van egy spirális átmenet akkor, amikor a főképernyő felé, a kezdőképernyő felé megyünk, miután volt egy game overünk. És valahogy nem az van mindenhol használva, hanem van egy kis változatosság.
Szóval ez a csíkos... Itt a játék indításnál van egyedül. Hát meg a pályák közötti átmenetnél. Nem, a pályák közötti átmenetnél is van egy külön képernyő átmenet. Szóval azért van némi extra szofisztikáció ebben a játékban. És hát ez érthető, mert ugye egy évvel később készítették ezt a verziót. Hoppá! Egy két új ember dolgozott rajta. Egy picit más az elhalálozás, az ütközés utáni életcsökkenés is, mert nem az történik, hogy... Ugye nem az történik, hogy elporladunk, hanem érinthetetlenek leszünk. Egy tetszőleges ideig, ugye itt van a plusz átmenet. Szóval egy tetszőleges ideig érinthetetlenek leszünk, és meg tudjuk változtatni a pozíciónkat, ahonnan folytatjuk a játékot, szóval nem csak hozzánk ér valaki, elporladunk és valahol a pályán feltűnünk újra, hanem van egy kis extra tennivalónk. Ugye a feléledéssel kapcsolatban. Ez is egy plusz dolog, igazából. Ami hozzáadódik a játékhoz ebben a portban. Hoppá! Úgy tapasztalom egyébként, hogy vagy nem annyira agresszívek itt az ellenfelek a C64 verzióban, vagy a C64 hardware tulajdonságai miatt egy kicsit könnyebben irányítható a dolog. Igazából nem tudom a kettő közül melyik az igazabb. Hoppá! Éj! Oké. Okay. Game over. De tény és való, hogy így az emuláció keretein belül nekem úgy tűnik, mintha a C64-es verzió az sokkal simábban mozogna, sokkal kevésbé szaggatottabb a scrollozás, és talán emiatt is, vagy ezzel összefüggésben az irányítás érzékenyebb. Szóval szerintem ez azért nagyban hozzájárul az, hogy C64 talán hardveresen inkább erre a játékra van terembe. De nem tudom. Az biztos, hogy ez számomra mindenféleképpen a jobb verzió. Volt már olyan, hogy egy C64-es játéknál mondjuk egy másik verzió jobban működött számomra. Még úgy is, hogy igazából a nosztalgia mindig a C64 felé húz. De itt abszolút arról van szó, hogy a 64-es verzió a legjobb az összes közül. Szóval jobbak a színek, jobb az irányítás, a játékmenet egy kicsit kiforrottabb. Mindenféleképpen inkább ezt a verziót ajánlom, mint az Atari-s verziót. Hát és mondjuk a TRS verziót pedig egyáltalán nem is próbáljuk ki, pedig az lenne ugye az eredeti. De annak az emulációjával van némi problémám. Szóval egyelőre be kell érni ezzel a két verzióval. Egyszer talán a TRS verzióval is fogok
játszani, de az, az igazság, hogy ez annyira különbözik ettől a másik kettőtől, hogy lehet, hogy tényleg külön videót érdemelne. Minden esetre erről a játékról ennyit, szerintem bőven elég videót készítettem. Szóval nektek mi a véleményetek róla? Nekem ez a lényegében az Amidar klónoknak a csúcsa, de kíváncsi vagyok a véleményetekre. Like, dislike, komment oda, sziasztok!